Sziasztok, én Pető Ékös, ez itt az LHF. Ebben a videóban a Charm Reach nevű pályát fogom teljesíteni. Spyro, sürgősen a segítségedre van szükségünk. A gonosz... a gonosz macska varázsló... Felini... vagy mi is ide? Felini a gonosz macska varázslói lerohomozták a kastélyunkat és elkapták a hercegnőnket. Ha nem állítjuk meg azon nyomban, akkor kényszeríteni fogják, hogy hozzámenjen Azrael herceg. Ez milyen szappanopera? Na jó van, hát akkor, hát ez, na jó van. Hát akkor ez ilyen lesz. Tehát itt vagyunk a Charmed Ridge nevű pályán, 600 értékű drága követ kell összegyűjteni és 6 tojás hazavinni. Ha vágjunk is bele, Sparks, akkor mibe csöppentünk? Hát már nehéz volt már mit kitalálni, biztos a harmadik részre az Insomniac Gamesnek. Wow, hát ez aztán menő volt. Hú, szia. Úgy látszik, a Ryanokok itt is lövöldözgetnek, mint ahogy már megtették korábban. Erre? Jó, Zsák utca. Itt, itt van valaki. Te hogy kerültél te ide? Te mikor kerültél ide? Mehetsz. Lefelé, úgy ahogy vagy. Ú, ott van két élet. Hát azt szerintem magasabbról kellene oda lekerülni. Itt meg zárva. Hát ez simán átférnék. Mi az a csalás? Ott simán átférnék. Hát ne csináld ezt velem játékot, átférek, Spyro, húzd össze magad. Na jó, azért ide még kinézek, még egyszer itt oldalt semmi. Jó, akkor itt az összes barlang. Megnézve, akkor csak erre tudok menni. Mondom csak, erre tudok menni. Így fel ide. Wow! Az aztán varázsló. Tényleg, a gonosz macska varázslók. Azt a Ryanokot megnevelt egész vadon. Meg lövöldözni fog mi. Nem baj. Utána meg engem támad, de jó kis varázslatosak ezek a macskák. Én amúgy összeálltam a macskákat, úgyhogy nem tudom. Nem tudom, miért kell bántani őket, mondjuk ezek gonoszok. Gonosz macskákat én se szeretem, félreértés ne essék. Nem meg vissza lehetne repülni oda. Hogyha ott hagytam volna valamit, na Liz, mi a helyzet? Ja, ez már Aileen. Jó, megint csak ezt mondja, de azt mondja, hogy loser. Hey, hadd mondhatsz ilyet. Megnézzük, lehet ez a Prince tényleg egész jó lesz. Nem lesz olyan gonosz, mint amilyen készük. Wow! Na jó, beleugrottunk itt a közepébe. Az micsoda? Sakkoznak? Ha! Oly, az meg lövöldöz. Na. Okosba oldjuk meg, menjünk vissza. Hey, ja, ott lehetett. Hé, itt vissza fel lehet mászni, onnan érkeztem. Na itt van ez a kicsike. Nem tudom, hogy még egyet, jó? Meg vagy? Milyen hangja volt még? Ó, te meg leütél egyet. Ennyi, az nem volt szép. Ugye a szegénynek milyen hangja van. Még sajnálom egy kicsit. Nézzük csak itt. Tehát kell gyorsan menni alatta, nem? Félek, hogy rám fogja dobni azt amúgy. De valahogy át kellene menni. Oda felugorni nem tudok. Akkor hajrá! Akkor hajrá! Jó, ez meg volt. Moneybags? Ejjjjj, nem tetszik ez nekem. Mondom megint, majd kéri az én drága köveimet. Hát, gyűjtögettem már. Úgyhogy... Hadd vigye! Hadd vigye! Biztos, hogy megcsinálja ezt a lépcsőt, mi? Hogy hey Spyro, nem jó lépcsőm, most már mi lesz? Jajjaj. Gondolom. Oda fentre? Hát szerintem onnan majd el tudok repülni erre felé. Okay, na, Moneybags, hadd menjünk tovább. Ja, pont azt mondta, igen. 600 drága kő kell azért, hogy megcsinálja a lépcsőket. Na, ez aztán jól esett. 600 drága kő. Hey. Hát ez csak eddig tartott. Jaj, vagy csak varázslók még kötekednek velem. Gyorsan. Jó. Hey. Wow. Gyere csak előre. Jó, megvan mindenki. Jaj, ott szórakoznak még a lépcsővel. Innen odáig? Az nem fog menni. Akkor menjünk tovább. Megyünk itt tovább. Végül elkaplok. Egymást lelették volna. Ott egy tojás. Az kemény. Hát volna, várjunk itt, akkor felhívom a figyelmüket erre, hogy itt vagyok. Jó, egyik, másik. Szuper, hát ott van az a tojás.
de oda leugrok, akkor nem tudok ide-vissza feljönni, úgyhogy először még haladok erre, amerre a pálya kialakította nekem a helyet. Fú, ezek a varázslók, aztán tiszta Crash Bandicoot-os akció van itt. Lelöghetnek simán. Gyerünk. Erre rá tudok ugorni. Na, meg ide. Oké, na ez kicsoda. Halihó. Siessek, nagyon kell sietni. Na jó. Mutasd az... Hely, arra kell menni. Aha. Akkor nem erre itt le. Hát itt is vannak még azért kincsek. Ez a pálya aztán ki van alakítva. Ez ilyen dupla... ez ilyen dupla dolog. Mert így fölfelé is kell használni. De erre jött az a tündér. Feltételezem, hogy azért, mert... ez a fő irány, nem? Wow! Uha! Uha! Na. De itt nem tudom gyógyítani maga. Semmivel. Ez nagyon nem tetszik nekem. Eddig még nem is találkoztam semmi olyasmivel, amivel meg lehetne gyógyítani magam. Na innen át kell oda ugorni. Remélem, hogy az a varázsló nem fog rám nézni. Hóruk. Jó. Hát tényleg nem rézem. Jó. Oda kell bemenni, mi? Aha. Menjünk. Ops. Ajjaj. Nézzük. Szerintem, hogy téged le tudlak győzni. Te túl nagy leszel ahhoz. Téged meg... meg kellene fordulni ahhoz. Ja, itt van! Ez a kis béka király. Gyere csak elő. De miért? Ebbiro egyszerűen lefújni. Na jó. Itt lesz. Hopp. Éppen, hogy leüttél. De úgy, mint kettét, olyan gyorsan lő. Így. Na várjunk, csak itt kellene még egy békát találni, az jó lesne. Vagy inkább itt menjünk fel középen. Talán ez lesz a jó. Jó, ő is megvan. És utána pedig... Ó! Oh. Hát nem, Azrael a legcsodálatosabb. A többi tündér és varázsló nem engedi, hogy megházasodjunk. Szóval elmegyünk. Egyébként Azrael azt mondja, hogy tiéd lehet ez a tojás, hogyha nem mondod el senkinek, merre mentünk. Hát nekem kell. Sakura van itt. Hát ez nem. Oh, ott van egy. Hey. Hát te ne add meg azt a pillangót, az majd Sparks-é. Szóval, ja. Aztán... Ó, repülne! Szép. Nagyon szép. Hát jó, akkor ennyi volt ez a pálya. Wow. És itt a vége. Viszont azért nekem még nincs itt a vége. Visszakerültünk ide az elejére. Ott összegyűjtem azokat a pillangókat, ahhoz összetudom valahogy. Ja, fentről kellene leugorni oda. Na, akkor megyünk fentről, ugrunk le oda. Itt vagyok fent, innen pedig... Hóruk. És jó. Megvan az egyik, megvan a másik. Szuper. Sparks jó étvágyat. Oké, megvagyunk. Meg ez jó, hogy meghagytam, mert így van Sparks. De nem tetszik az ebbe a pályába, hogy nincsenek olyan kis állatkák. Egy békát találtam az egész pályán, hogy meggyógyítson. Ami pedig, tehát hét is kevés. Vagyis hát számomra, mert azért eltaláltak az ellenfelek. De itt mi a helyzet? Hát itt még itt vannak. Csomó hely van, amerre el lehetne még repülgetni. Na jó, próbálkozzunk csak. Jó, eljöttem. Aztán itt ez a lépcső. Ó, vagyis hát még egyszer megpróbálkozunk azzal, hogy felmenjek, mert így nem fog összejönni. Na már itt vagyok, itt vezetettem el Sparksot, szóval innen folytatom. Itt összegyűjtöm még, amit volt. Oké, aztán itt lesz még néhány varázsló, és akkor... Na, ez az egy béka volt itt. Itt pedig itt találkoztunk velük akkor, és hát... Nem tudtuk megakadályozni azt a szörnyű házasságot. Remélem azért jó választott, mert hát remélem, hogy hűséges lesz hozzá az Adria. De hát én a Spyro hogy szólhat bele? Hát a tojásért azért össze kellett, hogy engedjék. Majd megoldja a két család. De mi itt gyűjtjük össze, amit van. Az a béka király csak, egyedül az a béka király volt itt. Ez az szépen kapdasd csak fel, Sparks, ez az, végre már itt van a segítsége, szuper, akkor itt meg volt minden, aztán itt volt egy örvény, de szerintem visszafelé visz, úgyhogy itt a középső örvényt kellene megnézni, nem? Ez hova visz? Ez ide felhoz, eddig okés, nézzünk körbe, aha,
lesz ott ilyen kergetőzés is, na azt a végére hagyom. Itt van egy varázsló. Ezt legyőzzük. Mögötte? Nem, semmi. Jó, csak varázsló volt ott, semmi különös. Akkor erre megyünk. Itt hát, ha találok olyasmit, hogy legalább egy utat, ami elvezet egy olyan helyre, ahol eddig jártam, de ez nem úgy tűnik, ez csak egy ilyen plusz pálya lesz, ami, hát elég messze van, nem azért, hogy panaszkodjak, óruk, ja, vagy mégse, jó van, még egy béka király, de ez is el van rejtve, kérjük akkor a segítséget, na menjünk. Sergeant Bird, jó napot Spyro, szeretnék maradni és beszélgetni, de elkéstem egy lánykérésre, egy tündér barátoméről. Csak egy barátom, megértenéd? Micsoda, miért nézel így rám? Na, itt vagyunk Sergeant Bird-de, kíváncsi vagyok, hogy hova megyünk akkor. Tényleg itt van. Hát nem hozzád megyek, zárva, akkor muszáj visszajönnem és beszélgetnem veled. Na mondjad, mi a helyzet, Isabel. Hol voltál, James? Jamesnek hívják? A templomba kellett volna egy órával ezelőtt találkoznunk, és nem mond nekem megint azt a nemzetvédelem szöveget. Gondolom már nem számít. Az egész templom tele van macskaboszorkányokkal. Úgyhogy le kell fújni a randinkat. Ha csak nem akarsz megküzdeni ellenük. Ajjaj. Én? Dehogy nem akarok. Barátnémé, 0/5. Hol vannak azok a szemtelen bozorkányok, akik nem engedik? Ajaj. Ez nyomkövetelések ezek a rakéták, mert akkor jó, de ha nem, akkor ez nem lesz könnyű. Oké. Ott vannak ezzel. Ez olyan macskás pálya. Mert az itt is macskák vannak, Spyroval is. Macskák ellen küzdöttünk. Na, hol az utolsó? Én nem látom, de a rakéták majd megtalálják, igaz? Megbizony. Szuper. Szóval nem csak dísznek vannak azok a rakétavetők, vannak még itt olyan boszorkányok, úgyhogy el kell kapni őket. Na, második dolog. Ja, ott jönnek ki? Én meg elfordultam. Hát hiába ott jönnek ki, én akkor nem tudom őket még eltalálni. Ha nekem jönnek, az nem kellemes. Gondoltam volna. De hát akkor csak be kell őket várni nagyjából, és kicsit rájuk fordulni, amikor látom, hogy itt vannak. Az azért sokat segít, hogy eltalálja őket magától szinte. A rakéta nekem csak el kell lőnem. Egyenesen, jó, az utolsó. Bum, szép volt. Le vagyok nyűgözve, de még mindig van néhány bozorkány hátra. Ez most komoly? Na nézzük akkor. Itt már az alja teljesen. Hát nem szabad leszállni teljesen, hogy be van lepve ezzel a vízzel. Itt kapjuk el őket, ahogy jönnek kifelé. Aha, az lesz egy jó taktika, nem? Haha! De jó kell, jó pillanatba kell lőnöm. Ezek már lövöldöznek. Úgyhogy oda kell figyelni arra, hogy mikor lövök vissza. El lehet találni az ő lövéseiket, ezzel megakadályozva azt, hogy kárt okozzanak bennem, úgyhogy az mindenképp pozitívum. Na, még van egy hátra. Melyik oldalról jön, itt jobbról. Na jó, meg is vagyunk, szuper. Megcsináltad, James. Na most már miénk a templom, de először van egy ajándékom számodra. Csak nem egy tojás, Abby. Hát ezt gondolom, majd nekem ideadod, igaz, Sergeant Bird? Ez volt a 100. tojás. Elég király. Hype in the chat. Mondja, hogy csak meg Sparksot. Ezzel. Ez az. Szuper. Akkor itt megvoltunk, de merre lehetne még menni? Ezt lehetne még csinálni, de megnézzük, hogy ez az örvény merre vezet minket. Ez csak idáig visz. Akkor szerintem megnézem azt a tojás helyet, amit láttam. Mert igazából innen el tudnék oda repülni. Ja nem, de oda. Az meg gondolom felvisz odáig. Aha, na jó. Akkor az is egy megoldás. Viszont nézzük meg először akkor ezt a tojás helyet. Power up! Nézzük akkor, ez Benjamin. Hellóka, hey! Jó, ez is megvan. Nézzünk le, oké. És arra pedig, na jó, arra megnézzük, mi a helyzet. Csak előtte ezt összegyűjtjük. Ide is felnézünk. Itt van-e valami érdekesség? Ja, innen meg vissza lehet menni. Csak erre kellett volna eljönnöm, amikor először megláttam, hogy itt egy tojás. Csak azt hittem, hogy ez csak egy kicsi barlang, annyi, hogy ott van a tojás és kész.
Na ez mennyi ideig működik? Fúha. Hát ez kegyetlen lesz, hogyha el tudok vele akárkit találni. De ez nem úgy tűnik. Nos, se baj. Felhasználjuk attól függetlenül. Mondjuk ide fent, őket lelejjük. Szerintem az nem rossz ötlet. Gyere csak elő. Ott van két meccsek. Egyik meccsek, másik. Ó, egyszerre kettőt leszedett. Oké. Aztán ott van még egy. Ő nem fog szórakozni velem. Másik pedig ott mögötte. De oda nem hiszem, hogy el tudok lőni. Úgyhogy csak ide jövök el. Így. Ú, még ott is lesznek drága kövek. Jó, hát... Ó, ez pedig... Ja, ez a rakéta volt, ami kinyitott ott egy ládát, oké. Okay. Meg volt az a két macsek is. Szerintem oda nem is lehet feljutni, ott jobbra. Az a platform csak annyi volt, hogy a két macskóhoz szórakozzon a lépcsővel, de egyébként ennyi. Szóval, mi maradt még hátra? Akkor oda bemegyek. Azok meg lesznek, illetve... Még fent van, aha. Még itt lesz, tehát még használom ezt, és itt van még egy macska, akit hát valahogy el kellene találni, szerintem innen lehet rá simán, nem? Ja, már le is lettem, csak eltalálta. Ú, de ott volt egy tojás, nem? Éppen, hogy látom, hogy ott egy tojás, valahogy oda fel kellene jutni, meg ide is. Oké, akkor ezen dolgozunk. A power-up mellett feljöttem a lépcsőn, megpróbálkozunk azzal, hogy elugrok idáig. Innen pedig oda, ugruk. Ne! Ha az egyiket sikerült felszednem. Na még egyszer innen egy nagy ugrás, ugruk, és... Ó, sikerült felszedni, na jól van. Viszont nekem mégiscsak el kellene ugranom oda, hogy onnan át tudjak ugorni a tojásért. Szóval hajrá, ugruk. Ez az, maradj itt, oké. Okay. Meg vagyunk, ide föl. Nézzük ott, azon a helyen vajon van-e valami? Na hát ez jó kérdés. Először viszont ide ugrok el, az biztos, mert itt láttam egy tojást éppen, hogy mó. Hey, hellóka. Jaj, tisztented szegény. Töröld meg az orrod. Na, ott valaki vagy valami? Szerintem nincs ott semmi amúgy. De azért megpróbálok elrepülni innen, ha fel tudnék. Ez, jól van. Innen megpróbálunk oda elrepülni. Oda. Húruk. Vagy legalább nézzünk be. Semmi nincs ott, jó. Nem láttam ott semmi értelmeset. Csak egy üres hely. Gondolom csak a macska miatt volt ott. Vagy volt egyáltalán az macska? Nem is emlékszem. Most innen fogunk oda a barlang aljára menni. Onnan meg fel, gondolom, és akkor megakadályozzuk azt a varázslást. Éppen elérek. Még simán. Nem is kellett ezt a háromszöget használni. Hűha! Egész nagy csapás volt. Elkapjuk először a macskát, utána meg a társát. Hey, oké. Okay. Ott lesz egy portál. Azt még nem használom. Ups. És nem lőtt addig, ameddig... Nem ugráltam. Hát ügyes volt. Na macsek. Elkaplak itt most. Upszi. Megvagy. Na de attól még mozognak? Ja nem, pont úgy beállnak, ahogy kell. Ó, de jó. Itt volt lent még drága kő. Ezt összegyűjtem. Upszi. Ma meg is érkeztünk. Oké, okay. Ide föl. És akkor megyek oda még vissza, mert ott volt a portál. Most itt már nem hagytam itt. Na hajrá, nézzük ez mit rajt. Ó, hellóka, hát te ki vagy. Legenda szerint van egy arany liba a hegytetőn. Én akarok lenni az első, aki felmegy oda és elkapja. Mondja ezt Jack. Jack, kérlek, ki akadályozott meg abban, hogy ezt megtedd? Ez a kérdés. Na, ez egy nagyon jó kérdés. Éppen most vásároltam egy Insta Ultra Super növekvő magot egy medvétől, egy zsák drága kövér. Na szerintetek ki az? Hashtag Moneybags. Azt mondta nekem, hogy varázslatosak, de nekem nem sikerült bármit is tennem velük. Odaadhatok neked néhány darabot, ha szeretnéd. Hát, adjad. Ó, van egy ugrálós, meg van egy sima. Hát én nem kérek belőlük, köszönöm szépen. Na, jó étvágyat, Sparks. Én így gyűjtöm akkor, amit lehet. És majd Jack azt csinálja a dolgát. Hát mi vagyok én? Még ha tojás lett volna ott, azt mondom, hogy...
Na jól van. Viszont ne legyünk már ilyenek, segítsünk már szegény Jacknek. Ha segítséget kértél volna, szívesebben segítettem volna, mert csak így azt mondta, hogy add nekem és kész. Na vegyük be ezt a simát, mert attól lehet, hogy felugrok én is a magasba. Ez pedig... Jaj, ez olyan lesz, mint a kettőben, mi? Spyro kettőben, mi? Aha, hát hasonló dolog, ha? Ez nem csinál semmit. Vagy csak ennyit. Ezzel nem tudok sok mindent tenni, úgyhogy ezt kérem vissza. Mondom, kérem vissza. Nem érek fel odáig, nem. Felértem volna? Nem, nézzük meg a másikat. Ezt addig elköpjük mondjuk oda. Nézzük ezt az ugrálósat, na ez lesz az érdekes. Nem? Na ide letesszük. Hűha. Hát erre nem tudok felugorni. Aha. Szóval az ilyen lesz, hogy itt trükközgetni kell mi. Add ide ezt. Ezzel ide, onnan rá a gombára, és utána pedig meg lesz a drága kő. Ezért ilyen ugrálós. Tiszta Crash Bandicoot. Ops, jó. Megvolnánk ezzel. A drága kővel innen odáig. Gondoltam. Na akkor ültetgetünk. Hát csak annyit kellett, hogy megcseréltem őket, de gondolom ezt ti is gondoltátok. Opszi, na hát hiába cserélem meg őket, ha én nem tudok ugrálni. Szegény Crash, mit teszek én vele? Ups. Tudom, hogy ez Spyro, nem azért mondom, csak hogy az ő nevére szégyent hozok. Várj csak. Ezt hogyan kellene alkalmazni. Ott van egy kedrenc, felnézünk oda először. Ja, de ide kellene. De ide kellene más is. Na ez hogy oldjam meg. Ja, hogy itt van egy másik. Aha, jó, köszi játék, hogy ezt szóltál. Csak az a helyzet, hogy ez nem ugrált annyira és észre se vettem. Na jó, hát gondolom akkor ez lesz az egész pálya. Hogy így mindig váltogatni, hogy melyiket használjuk. De akkor jövök föl. Ez itt zárva. Ki se lehet nyitni, mi? De kaptam egy ilyet. Ezt miért kaptam? Talán oda fel kell lesz használni, hogy tovább el kellene köpni. Majd lehet az lesz. Egyelőre ide oldalra letesszük, és megcseréljük ezt a kettőt. Hozom ezt akkor. Ide felugrok. Így, innen a következőre. Vagyis hát a gombára inkább, nem is következő. Az egész nagyot ugrik így. Meg vagy. Gondolom Jack az még ott lent vár, majd Spyro megcsinálja az utat, na persze, azt hiszed. Na jó, hát hadd érjen, én bánom már, segítek neki. Ó, a Jack az felugrik egyből, hát ez dur, itt is van, kész. Ezt a tojást találtam az úton ide fölfelé, szerintem az aranyliba tojta. Majdnem a tetején vagyunk, hát én meg nem láttam, hogy találtál te ilyet? Hát mondjuk olyan ugrásnál. Azért több mindent látsz. Hey, tojás, hey! Na jó. Nagyon jól nyomod eddig, nem kérsz még két magot? De hogy nem? Két gombásat? Oké. Okay. Kérsz magot, igen, gombásat. Sőt, itt is van még egy. Jaj. Habár mondjuk, ha mindegyik ugyanolyan, akkor nem kell sokat gondolkoznom, hogy nem melyiket használjam hova, hanem csak hajrá tologatni őket egymás után. Ott látsz oda. De miért nem működtél ide? Nekem valamit nem tetszik, mondom. Oda szeretném elvetni. Na, úgy van. Ezt a kettőt meg feldobbantom. Hát félek, hogy innen átlövöm teljesen. Úgyhogy inkább csak viszem egyesével. Nem kell háromszöget használni, Peti. Tanuld meg. Nem csak simán rámegyek. Elköpöm, na innen elköpöm odáig. Jó, és akkor használjuk ezt, mondom, használjuk ezt, vagy hát bekapjuk gyorsan, és utána az is. Láttam, ott van két hely, ahol tényleg el lehet ültetni. De hova tűnt? Elköttem idáig, hova tűnt? Ne csinál már játék! Ne bagolj be nekem! Ja, ide pattant, jól van. Mert attól eléggé félek. Nem, meg se próbálom lelőni oda a mélységbe, mert akkor itt a vége a játéknak. Jack olyan mérges lesz, hogy nyakon vág, és azt mondja, miért? Na! Adok még egyet, de csak annyi? Ja, úgy lehet, hogy
észreveszi a játék, és akkor Jacket oda küldi, hogy látom, elveszítetted a gombát. És akkor ide adna még egyet, na. Úgy, és túlrepültem. Jó. Három mag, ahogy látom. Két gomba, egy virág. És hát itt a drága kövek, egész drágák, nem? Tízesek voltak itt ezekben is. Nem, öt, meg megint öt. Aztán nézzük itt hány helyet lehet. Egy hely. Meg itt van még kettő. De ennek nem sok értelme van amúgy. Mert a virágra simán rá lehet ugorni. Szerintem ide kellene a két gomba, nem? Ide és ide. Meglátjuk. Ja, de a gombára nem tudok ráugorni. Szóval lehet, hogy oda kell egy gomba, és akkor ide egy virág, a virágról meg oda a gombára talán. Na jó, egy biztos, ide tuti, hogy gomba kell, mert itt fel kell ugranom, oda nagyon magasra. A virág az nem ad semmilyen löketet. Oké, akkor elhelyeztem így őket, ahogy hát másodjára kigondoltam. Megnézzük, ez fog-e működni, vagy sem. Hát... meglátjuk. Ezzel ide. Hát ez kizárt dolog. Hát ez hogy működne már? Ah, első nevű megérzés a legjobb. Ja, köszi. Ez meg így túl messze lesz attól a gombától, hát... nem áll. Hát ez így túl messze lesz, nem? Hát ez meg így túl messze van. De... hát de játék, döntsük már el, mit akarunk. Vagy én döntsem el. Hát ide biztos nem virág kell. Ide tuti nem virág kell. Hó, ott van fent! Ott volt fent valami. Ó. Vagy lehet, hogy ezt vissza kellene vinni és lecserélni, és egy gombát idehozni. Petite. Gondolkozzunk kicsit. Azt oda elkepjük. Ezt pedig lecseréljük. Lehet, hogy ez lesz az, és ott három gombának kell lenni. Ezt pedig viszem. Na, ez lesz az szerintem. Ha innen indulunk, ide ráugrunk az első számú gombára, megyünk tovább, második számú gomba, elhelyezkedünk kicsit, húrúk, és a harmadik számú gomba, az is megvan, és megvan. Hú! Hát egy jackpack felugrik magától a semmiből. Végre megtaláltam a legendás aranylibát, tiéd lehet ez a másik tojás is szuvenírnek. Hát de most komolyan, Chuck Norris-t kaptuk meg ide, szemüveges Chuck Norris, hajra! 6 per 6. Hát de ezt a jacket én meg nem értem. Hogy tehetted ezt velem? Azt mondtad, nem tudsz ide feljönni semmi, és erre meg... Wow! Hoppa! Hoppa bizony! 25-ösek! Nem rossz. Hát igen, hát itt volt még egy zárt ajtó. De legalább ide szépen le tudtam jönni. A mérges volt, hogy betörtem az egész mindenséget ott az ilyen gombás, meg virágos dolgaival. Ha bár a gomba, az jó. Hú, hát csak itt nem lehet mögötte eljönni. Azt hittem, itt van valami rejtett dolog, nevettem volna. Na már csak egy dolog maradt hátra, az a rejtett urna, vagy hát misztikus urna inkább, kérdőjeles urna. Abban van még elrejtve néhány drákakő, amit megszerzek azon nyomban, csak először oda megyek. Szóval itt vagyunk, ez az az urna, hajrá. A lényeg, hogy eltűnik, új szóval, ott a barlang. Mindig eltűnik, vagy hát néhány alkalommal. Nekünk pedig követni kell, és megtalálni. Ups, hú, ez meredek ugrás pedig. Na itt volt valahol, nem? Ja, itt van, pont nem. Látszott az az bejárat. Itt is van, oké. Következő, ez pedig... hű, talán erre. Valahol látszott ott valami. Ja, hogy ott van, pont. De én miért nem látszottam amúgy? Ott van a barlang bejáratnál. De engem meg nem mutatott. Vagy hát lehet, csak nem vettem észre inkább. Nos. Úruk. Meg lesz ez. A háromszöggel meg lesz. Oké. Merre tovább. Ez a pálya elején van talán. Ezért nem rémlik nagyon olyan zárt kapuféleség. Erre is itt jöhetek ide. Oké. Mondjuk visz... ja, de nem fölfelé, hanem... ne olyan gyorsan. Spyro végén még leesek. Szóval... itt lent alattunk pont, nem itt volt az a hely?
Á, de hogy nem, jól van. Ez pedig ott egy létra. Azt mondtam visszafelé. Pálya eleje. Majd, hogy ott is van. Aha, láttam. Egy tetejét, jó. Aztán ez. Ez tényleg a legeleje. Ott volt három olyan kis, hát ilyen bejárat, de a negyedik az zárt volt. Itt is van, hanem itt a negyedik, aha. Oké, ez pedig teljesen a kezdőhely. Ott mondták, hogy jaj, segítség, házasság, nem szabad hagyni. Na jó, vagy. Szóval innen el lehet elég nyugodtan siklani ideig, és bum, meg vagyunk mi, aha. Úgy, ez volt a maradék összes. Drága kölyű, úgy bizony, 600x600, tojásokat már összeszedtük, pálya teljesítve. Szóval ez volt a Charmed Ridge pálya, 600x600 és 6x6 a tojások. Találkozunk legközelebb, hát pedig már vártam, hogy legyen megint valami átvezető, de nincs, úgyhogy ja, tényleg, sziasztok.